A tegnapi laza pórázós, elengedős videót több mint 20 ezeren nézték meg, ami egyébként egy hatalmas szám, csak közben rájöttem arra, hogy egy nagyon fontos dolog kimaradt belőle, mert azon túl, hogy jó, hogyha a kutya szépen sétál, meg póráz nélkül is, ugye, meg hogy jó a behívása, van egy nagyon fontos dolog, amit föl kell építeni, az pedig az, hogy a talált ételt ignorálja, vagyis ne vegyen föl a földről semmit. Erről készült egy kurzusom, ezt egy évvel ezelőtt vettük föl Pixellel, kb. 3-4 nap alatt, és ott tanulta meg azt, hogy ne vegyen föl ételt a földről. Azóta mi ezt nem gyakoroltuk, viszont nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit szól hozzá, hogyha a földön élelmet talál. Na most egy 5 perccel ezelőtt én már kijöttem ide, és eldobáltam egy-két kenyérszeletet, amit egyébként jobban szeret, mint a húst. Na, valamit meg is pillantott. Jobban is szeret, mint a húst, úgyhogy eldobáltam, el fogom őt engedni, és megnézzük azt, hogy fölveszi-e, vagy nem veszi, vagy mit csinál. Ez most nekem is egy teszt lesz, meg egy érdekesség. Úgyhogy megnézzük, nem tudom, mennyire látszik a kamerán, de ott van egyébként az úton. Direkt kézzel nem fogtam meg, hogy ne is érezzen rajta. Úgyhogy megnézzük, hogy most ott nagyon néz valamit arra felé. Hát bízunk benne, hogy nem egy macskát lát, vagy valamit, ami miatt elrohanna. Na, leveszem a pórász közben. Jaj, csak közben meg leesik a gatyám. Úgy is van. Mehetsz, futás! És akkor előre engedem, mehetsz. Megnézzük, hogy mit fog szólni. Ott van a kenyér egyébként. Hagyom direkt, hogy szaglásszon, szimatoljon, nézelődjön. Kicsit le is maradok. Ott van egyébként az út közepén, látszik, hogy ő már ismerkedik vele. Én tovább jövök. És csak néz rám. Fölvehetem, vagy nem vehetem? Tehát tulajdonképpen a kutya jelzi, na gyere! Gyere, gyere! Fúj! Fúj! Azaz. Na! Nagyon ügyes. Na hát itt most rá kellett szólni, ugye, mert ő elgondolkodott, de hát nyilván egy éve nem gyakoroltuk. De milyen érdekes ez, hogy szóra kiköpte. Gyere! Gyere, Pixel! És ott hagyta, van még egy kenyér. Mehetsz, futás! Nem arra, erre fut. Azért érdekli, látszik rajta ott a másik kenyér. Megint néz rám, gyere! Gyere! Azaz. És ott hagytam. Ezt mi tényleg nem gyakoroltuk, hát látszik is, hogy hibázott, de nagyon ügyesen teljesített, mert igazából szóra kiköpte. Úgyhogy le a kalappal, megyünk a másik irányba, gyere! Megyünk a másik irányba, megnézzük még egyszer. Látszik, hogy érdekli őt, érdekli őt. De most nem is szóltam, és ott hagyta. Nagyon szeretné fölvenni. Egyébként nagyon sokat... Gyere, azaz! Jaj! Nagyon sokat egyébként ezzel gyakoroltunk már, hogy kenyérrel, mert annyira szereti, úgyhogy lehet, hogy most azt hiszi, hogy most valami nagy trükköt kell neki csinálnia, mert hogy kenyér van, és akkor az biztos valami jópofa dolog. De egyébként nem. Nem. És ez tök jó, hogy így szóra kiköpte. A videóban azért volt vágás, mert jött egy autó, és akkor ezt nem akartam, hogy benne legyen. Hát, hogy milyen nagy ívben kikerüli? Nagyon ügyes. Na, még egyszer elmegyünk mellette, és akkor... Na, gyere, babája, erre. Megnézzük, hogy mit szól hozzá. Most kicsit le is hagyom őt. Most csak a kamera fordul felé, én egyébként nem. De megnézzük, hogy egyáltalán jönni fog-e, meg hogy mit csinál. Uh-huh. Ott hagyta. Gyere, babája! Hoppá! Na, megyünk vissza. Hát ennyi lett volna a lényeg igazándiból. Úgyhogy jó, hogyha ezt megtanítjátok a kutyátoknak, mert azért tényleg rengeteg a mérgezés, hát nyilván nem kell ezt bemutatni, biztos mindannyian hallottatok már róla. Úgyhogy igen, ezeket a dolgokat, ez nagyon fontos, mert ez végül is a kutya életébe kerülhet, hogyha valami szöges virslit, vagy valami mérgezett ételt eszik meg. Most megint elől van. És nagy ívben, most megállt, de kikerült.
Ügyes, gyere fix! Gyere babája! Puty. Na, felszedem ezt a kenyeret, hogy ne az legyen, hogy itt hagyjuk. No, szóval igen, ennyi a lényeg, úgyhogy ha tehetitek, ezt tanítsátok meg a kutyátoknak, mert az életét tudjátok ezzel megmenteni. Hogyha az elveimre kíváncsiak vagytok, meg a megközelítésemre, a módszereimre, akkor szeretettel ajánlom nektek a kurzusomat, amiben ezt ilyen gyönyörűen meg lehet tanítani. Úgyhogy kellemes gyakorlást kívánunk!